tisztelt államtitkár úr! Orbán Viktor várba költözése miatt kiebrodálják a jelenlegi helyéről a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárát is. Most hagyjuk, hogy az LMP kormányszervek várba költözését egy iszonyatosan drága és megalován tervnek gondolja. Foglalkozzunk a levéltár értékes iratanyagával, hogy mi lesz több mint 70 ezer iratfolyómétert kitevő páratlan gyűjteménnyel, amely a Rákóczi kori iratoktól kezdve a cég katasztereken át épp az 56-os kor dokumentumokat is tartalmazza. A Fidesz KDNP kormány úgy látszik, olyan fontosnak tartja ezen emlékek megőrzését, hogy ideglenes jelleggel egy penészes és párás Daróczi utcai ingatlant jelölt ki a számukra, amely ha valamire, akkor sérülékeny iratok tárolására teljesen mértékben alkalmatlan. Mintha direkt meg akarnák semmisíteni ezeket a dokumentumokat. Az LMP már korábban is felszólalt az iratanyagok felelőtlen szállítása kapcsán, de akkor egy olyan semmitmondó választ kaptuk éppen Rétvári Bence államtitkártól, miszerint majd védőcsomagolással fogják ellátni, védeni ezeket az anyagokat. Június 17-től azonban a levéltár költözését felfüggesztették, mert a szakhatóságok is jelezték, hogy az ideglenes raktárban súlyosan károsodnak az iratok. Eddig ide-oda pakolták az iratkincseket, most vajon mi történik majd velük? Nem tudjuk, mi áll a történet hátterében, talán nagyzási hóbort, esetleg súlyos felelőtlenség, vagy a hozzáértés teljes hiány, esetleg mindhárom, de lényegen nem változtat, a nemzeti emlékezetünk veszélybe került, itt azonnal lépni kell. Most, hogy a fontos történeti dokumentumokat elkezdte belepni a penész, mit lép a kormány? Megmentik-e az államosítások dokumentumait, a Nagy Imre per dokumentumait, az 56-os peranyagokat, vagy éppen az MSZMP teljes archívumát? Megvédi-e a kormány a nemzeti emlékezetünket? Válaszát előre is köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő Rétvári Bence államtitkár úr válaszol az elhangzottakra. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! Meg tudom önt nyugtatni, tisztelt képviselő, hogy ezek a dokumentumok semmifajta veszélyben nincsenek, a tárolások biztonságos. Engedje meg, hogy pár számot pontosítsak abból, amit ön mondott. Ugye itt a Magyar Nemzeti Levéltárnak az egyik telephelyéről van csak szó, ahonnan átviszik ezeket az iratokat, teljes mértékben szakszerűen, előkészítetten. Ez a Szentháromság tér 6 alatt levő intézményegység. A 84 ezer iratfolyométer közül nem 70 ezeret érint, mint ahogy ön mondta, hanem 18 ezer iratfolyométert, és természetesen nincsenek benne sem cégkateszterek, sem Rákóczi korabeli dokumentumok. Ezek frissebb dokumentumok, amelyek átszállításra kerülnek. Nem tudom, miért beszélünk penészedésről, képviselő úr, semmifajta penészedésről releváns hír nem keletkezett, nem volt, mert ilyenre nem is került sor. Az új Daróczi úti telephelynél megkezdődött az iratok odaszállítás előtti megfelelő időben a telephelynek az előkészítése. Nyilván azokat a különböző munkákat, akár a festéssel, más munkálatokkal elvégezték, amelyeket előírnak a jogszabályok az iratok tárolásához. Utána ezeket a helységeket a festés után ki is szárították, és amint ez a kiszárítás megtörtént, azután kezdték el odaszállítani az iratokat. Ezeket a klimatikus viszonyokat folyamatosan vizsgálják. Egyetlen egy esetben volt csupán a nyári esőzéseket követően a páratartalom magas, de hát ez nyilván nem a belső, hanem a külső körülmények okán. Viszont a levéltári kollégium állományvédelmi ajánlásának megfelelően folyamatosan vizsgálják, hogy ezek az állapotok, ezek a körülmények, klimatikus körülmények fennállnak-e. Ezek mindvégig megfelelőek voltak, és egyetlen esetben sem mértek magasabb értéket a megengedettnél. Úgyhogy a Daróczi úton is a nemzeti emlékezetünknek ez a része, ez a 18 ezer iratfolyométernyi irat jó helyen lesz, és bízunk benne, hogy a későbbiekben a kutatásaiból minél több tényt megtudunk a 20. század történelméről. Köszönöm szépen!